Üdvözlet mindenkinek, és salom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba huának. Sokszor az a vád éri a keresztényeket, teljes joggal, hogy azt mondják, hogy követik Jehúsáham a azt állítják, hogy mindenük az ő szava, és imádják Istent, ennek ellenére mégsem követik a cselekedeteikkel Jehúsáham a példáját, és kiválogatnak bizonyos dolgokat Abjahu a szavából, attól függően, hogy mi is az, amit ők helyesnek vélnek, és úgy gondolják, hogy azt meg kell tartaniuk, és mi az, amit nem. Abiahua úgy tervezte meg ezt az utat, hogy az ember újra és újra szembesüljön a saját gyengeségeivel, és az előtte álló kihívások legyőzése során egyúttal ezektől a gyengeségektől is megszabaduljon. Ezúttal egy olyan gyengeségről lesz szó, ami a legtöbb embert érinti. Az emberiség évezredeken keresztül rá volt utalva a természetre, amikor a megélhetéséről volt szó. Az ember a történelem során szoros kapcsolatban élt az őt körülvevő világgal, tisztában volt azzal, hogy az életben maradása függ tőle. Minden nap egy új küzdelem volt abban a háborúban, amit legalapvetőbb szükségletei kielégítéséért vívott. Ma úgy gondolkodunk ezekről a korszakokról, hogy milyen primitív és mennyit fejlődött a világ, milyen egyszerűvé vált számunkra a megélhetés, és egész más problémákkal kell szembesülnünk. Én azért emlékeztetnék mindenkit arra, amit prédikátor vagy kohelet első fejezetében olvashatunk, hogy nincsen semmi új a nap alatt. Az ember legnagyobb ellensége mindig is saját maga volt, vagyis jobban mondva a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Az ember mindig többet akart, és mindig könnyebben szerette volna azt megszerezni és ez a törekvés elvezetett minket ahhoz az idézőjelbe tett civilizációhoz, amiben ma élünk. Ma ugyanúgy mindenki a legalapvetőbb szükségletei kielégítéséért harcol a társadalomban, csak annak a módja megváltozott. Már eltávolodtunk a természettől, és megjelent egy közvetítő a természet és az ember között. Ezt a közvetítőt úgy ismerjük, hogy kereskedők, kereskedelem vagy boltok. Manapság egyre inkább szupermarket, hipermarket. Azáltal, hogy elveszett ez a kapcsolat, a táplálék forrás és közöttünk, azt gondolhatjuk, hogy mi más problémákkal nézünk szembe, illetve hogy másért dolgozunk. De a szituáció ugyanaz, mint ami mindig is volt: az embernek dolgoznia kell azért, hogy életben maradjon. Ma azonban nem a Földön dolgozunk azért, hogy életben maradjunk, hanem a legtöbb ember elmegy valamiféle munkahelyre, amely általában kiemeli a természetes környezetből, és belehelyezi egy mesterségesbe. Ugyanannyi munkával. Sokkal többet meg tudunk szerezni azokból a dolgokból, melyek alapvető szükségleteinket kielégítik. Képzeljük csak el azt, hogy mennyit kellett valakinek dolgozni ahhoz, hogy minden nap eperízű joghurtat eesse. Annyit, amennyi belefér fagyasztott gyümölcse. Vagy akármilyen gyümölcse. Az év bármely szakában. Az étrend választékosabb lehet, olcsóbb és könnyebben hozzáférhető, mint valaha. Arra most nem akarok kitérni, hogy tápértékben ez hogy változott meg, mert nem ez a lényeg. Ez a tendencia egyébként érvényes az élet bármely más területére. Nem csak az élelmiszer, az ital, a fűtés, a ruházat, de a közlekedés, a lakhatás, a szórakozás, az élvezeti cikkek, de még az információ is. Egyszerűbben, könnyebben és olcsóbban hozzáférhető, mint valaha. És ez az, ahol a probléma gyökerezik szerintem. Azzal, hogy valami olcsóbb lesz, könnyebben és egyszerűbben hozzáférhető, az a veszít az értékéből. Az abszolút értékéből nem feltétlenül, de az egyén által érzékelt relatív vagy szubjektív értékéből mindenképpen. Ezért van az, hogy a legtöbb ember a mai világban nem értékel semmit. A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése az a kezdetektől fogva fertőzés pusztítja az emberiséget. A legtöbb ember úgy növekedett fel, hogy számára természetes az, hogy minden, amit csak akar, az könnyen, egyszerűen, gyorsan és olcsón hozzáférhető. Egy új, mesterséges probléma sort generáltunk magunknak, amely absztrakt és elvonatkoztatott a valóságtól. Azokról az igényeinkről pedig elfeledkeztünk, ami igazán emberré tenne minket. Mert azokat pénzen meg tudjuk vásárolni. Szerencsére Ábjahua figyelmeztet minket ezekre a dolgokra újra és újra, ezért adta nekünk az ő szavát, hogy azt tanulmányozván rá tudjon minket vezetni arra, hogy mi az, ami igazán fontos, és hogyan kell élni ezt az életet ebben a testben, ebben a világban, amit nekünk adott és számunkra kreált. A legnagyszerűbb az egészben, hogy nekünk nem kell kitalálni semmit, előállni a nagy gondolatokkal, csak el kell olvasni azt, kérnünk kell őt, hogy a ruach által megmutassa, hogy mi is annak az értelme, és hozzásegítsen minket ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani azt az életünkben. Hogy a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nehogy le tudjon minket győzni, és olyanok lehessünk a végén, mint a Mesiach, Abjahu a elsőszülött fia, az ő szava. Ez csak alázat kell és engedelmesség. A bőség zavara azt eredményezi, hogy ez az alázat és ez az engedelmesség az idők során szépen megkopik. És az ember elhiszi azt, hogy neki minden jár. Természetesnek veszi azt, hogy az ő különböző szükségletei ki vannak elégítve. Az ellenség pontosan tudja, hogy mi az, amit csinál. Valószínűleg jobban ismer minket, mint ahogy a legtöbb ember ismeri önmagát. A legtöbben hozzászoktak ahhoz, hogy minden, amit akarnak, az egyszerűen, könnyen és gyorsan elérhető. Egy idő után az ember elvárja ezt, és közben megfeledkezik arról, hogy mennyi munka is áll bizonyos dolgok mögött. Például ahhoz, hogy az a gyümölcsízi joghurt és azok a fagyasztott gyümölcsök eljussanak az én hűtőmbe, mennyi erőfeszítés szükséges. Legtöbb ember arra törekszik, hogy minél többet, minél olcsóbban meg tudjon szerezni azokból a dolgokból, amikre szüksége van, vagy legalábbis azt hiszi, hogy szüksége van. Túlságosan hozzászoktak ahhoz, hogy mindenféle akciókkal várják őket a boltokban, vagy az interneten, hogy még többet és még olcsóbban és még kényelmesebben vehessenek mindenből, amit csak elképzelnek maguknak. Az nem elég, hogy elolvasunk egy újságcikket az interneten, azt szeretnénk, hogyha az ingyen lenne. Lehetőleg reklám se legyen ott, hiszen az zavar minket. A legfontosabb az az, hogy mi könnyen, gyorsan és ingyen meg tudjunk szerezni mindent, amire nekünk szükségünk van. Az, hogy közben ki mennyit dolgozik azért, az nem számít, hiszen ez csak természetes, hogy valaki dolgozik érte. A lényeg az, hogy nem mi legyünk azok. Épp elég az embernek az, hogy megdolgozik azért, amiért muszáj a többit, azt hagy kapja meg könnyen, gyorsan és olcsón, de lehetőleg ingyen. Abja hú, a tisztában volt azzal, hogy ez így van, ez így volt, és ez így is lesz. Ezért kitalált egy rendszert, hogy rá kényszerítsen minket arra, hogy bizonyos instrukciók mentén vezessük az életünket, melyeket ő helyesnek látott. Mert tudta, hogy különben a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése el fogja vezetni az embert oda, ahova eljutott ez a társadalom. Ezért írja ezt Saul a korintusiakhoz írt első levelében a kilences fejezetben mert a Mósé törvényében meg van írva, hogy ne közd fel a nyomtató ökörnek a száját, avagy az ökrökre van-e Elohimnek gondja, avagy nem értünk mondja-e általában, mert mi értünk iratott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt. Ha mi nektek a lelkieket vetettük, nagy dolog-e, ha mi, a ti testi javaitokat aratjuk. Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, miért nem inkább mi? Tisztában volt az atya azzal, hogy milyen az ember. Hozzászokik, hogy könnyen, gyorsan, egyszerűen és olcsón megkap mindent, és aztán ezt elvárja, természetesnek veszi. Így gondoskodnia kell azokról, akik dolgoznak. hiszen az embereknek ez maguktól nem jut eszükbe, vagy éppen elfeledkeznek róla, vagy úgy gondolják, hogy az ő bajuk a sokkal fontosabb, mint bárki másnak az élete. Ez a rendelkezés ezt a fajta előrelátást mutatja be számunkra nagyszerűen. Abjahua ismeri az ő teremtményét, és tudja, hogy milyen az. Tisztában van az, hogy a legtöbb azt mondja, hogy ő szeret mindenkit, de a cselekedeteivel nem ezt fogja azután majd bizonyítani. A legtöbb ember persze azt szeretné hinni, hogy ő jó, és szeret mindenkit, de gondoljunk csak bele abba, hogy Abjahua mégis fontosnak tartotta elmondani azt az elemi dolgot, hogy ne köst fel a nyomtató ökörnek a száját. Ő előre látta azt, hogy az ember olyan, hogy elvárja ettől az állattól, hogy húzza az igát, hogy dolgozzon azért, hogy az embernek egyszerűbb legyen a megélhetése, hogy könnyen, gyorsan, olcsón és egyszerűen hozzáférjen mindenhez, amire neki szüksége van. És ő még azt is sajnálni fogja, amihez hozzájuthatna ez a szerencsétlen. A munka során. Ami az ő munkájának a gyümölcse, tulajdonképpen. Ki az az ember, aki nem tartja azt feláborítónak, amikor bekötik egy állatnak a száját, hogy ne tudjon enni abból, amiért dolgozik, a gazdájának egyszerűbb lesz így az élete, nem kell neki fáradtságos munkával, húzni az igát, a gabonaszemeket, kitaposni, szántani, hanem ez az állat megcsinálja helyette mindezt, a nehéz munkát? És akkor még azt a keveset is sajnálja, miért ez az állat megdolgozott. Hát akkor az mit árul el az emberről, hogyha ezt egy külön parancsolatban meg kellett fogalmaznia abjahuának úgy? Ráadásul úgy, hogy ez nem csak része a Tórának, ez ugye a rím 25-ös fejezet, 4 vers, ne köst be az ökörnek a száját, mikor nyomtat, de a megújult szövetségben, vagy a Berit kétszer is szerepel. Sahú saját magát hasonlítja ehhez a nyomtató ökörhöz. Azt mondja, avagy nem értünk, mondja-e általában, mert mi értünk iratott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt, kell. Ha mi nektek a lelkieket vetettük, nagy dolog-e? Ha mi a ti testi javaitokat aratjuk? Ezért hasonlítja ezekhez az állatokhoz ábjahua azokat, akiket kiválasztott arra a feladatra, hogy az ő szavát közöljék azokkal, akiket kiválasztott magának és kihívott a világban. Hát nem jogos ennek az ökörnek a felvetése, hogy ha már húzom azt az igát, taposom kifele a magvakat neked, húzom a szekeret, elvégzem azt a munkát, amit te nem akarsz, vagy nem tudsz, vagy nincs rá időd, akkor valami hasznot lássak abba, vagy még azután, hogy elvégeztem a munkát helyetted, menjek el a mezőre és dolgozzak magamért is, Miközben te otthon lógatod a lábad, abból a munkából, amit én végeztem el helyette? Good morning. <coughs> Ez az, amire ezek az ökrök gondolnak szerintem, amikor húzzák ezt bekötve a szájuk. És Ábjahua ezt szerette volna megakadályozni, ezért találta ki ezt? Ezért fogalmazta meg ezt így a saját csodálatosan egyszerű stílusában. Ahogyan az ökör dolgozik az emberért, ugyanúgy dolgoztak ezek is, a kiválasztottakért, azért, hogy ezek az emberek megismerjék az igazságot, Megértsék azt, járjanak abban, és rajta is maradjanak ezen az úton, mind végig. Érdekes módon azt mondja, hogy vajon emberi módon beszélem-e ezeket? Ez az én fejemből pattant ki, vajon? Vagy nem ezeket mondja-e a Tóra is? Ha tehát mi azt mondjuk a keresztényekre, hogy ők kiválogatják azokat a dolgokat, amiket ők szeretnek megtartani, vagy fontosnak találnak, vagy éppen Jézus nem törölte el azokat akkor hogyan lehetséges az, hogy mi ugyanezt kezdjük el csinálni, amikor olyan dolgokkal szembesülünk, amivel nem értünk egyet, vagy éppen nincs kedvünk hozzá annyira. Pedig Saul szerint ez a Tóra rendelkezése, és mi vagyunk azok, akik ezt fenntartjuk ma a világban, a külön választottak, a kihívottak, akik a Tóra szerint élnek. Ráadásul megismétli a kilences versben, mert a Mosé Tórájában megvan írva. Hát kik azok az emberek, akik a Tóra szerint élnek, akik azt hirdetik a világban, hogy nekünk a Tóra szerint kellene élnünk? Nem mi vagyunk azok? Ne köst fel a nyomtatókörnek a szája. Ha tehát elfogadjuk azt, hogy a Pészák a számunkra egy fontos ünnep, és ahhoz, hogy valaki azt megtartsa, körül kell, hogy legyen metélve? Hogy a sebát az igenis egy jel ábjahua és az ő gyermekei között, hogy a Kadusim vagy a külön választottak békességes tűrése azok azok az emberek, akik megtartják Elohim parancsolatait és Yahusha Hamasia bizonyságtételét, akkor hogy lehet az, hogy erről az apróságról, erről az egyszerű dologról elfeledkezünk, és erre azt mondjuk, hogy ez ránk nem vonatkozik. Hát az ökrökre van-e gondja Elohimnek, nem tudjátok el, hogy akik a Kodes dolgokban munkálkodnak, a Kodes helyből élnek? és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket? Figyelem! Eképpen rendelte Adon is, hogy akik a jó hírt hirdetik, azok a jó hírből éljenek. Szerintem ezt azért gondolta Ábjahu a fontosnak leírni, mert tudta, hogy ha ezt nem írja le, akkor az lesz, hogy a többség elmegy dolgozni, hogy kielégítse a saját szükségleteit, aztán leül, otthon az internet elé, és várja, hogy azok az emberek, akik szintén elmennek dolgozni, még az ő munkaidejük után elkezdjenek dolgozni azon, hogy mindenkinek, aki ott ül az internet előtt, legyen mit hallgatnia és néznie nap-nap után azért, hogy épüljön, növekedjen abjahú a szavában, közelebb kerülhessen hozzá, jobban megérthesse az ő elvárásait és igazítsa az életét annak megfelelően. Ha ebben a folyamatban kérdése merül fel, akkor természetesen az az ember álljon rendelkezésére, hogy írásban vagy szóban megválaszolja ezt, és kövessen el mindent annak érdekében, hogy a lehető legtöbb embert rajta tudjon tartani ezen az úton, és egy hasznos és hatékony eszköz legyen Abjahu a kezében. Feltételezem, hogy titkon azért reménykedett abban, hogy az ő gyermekei rá fognak jönni arra, hogyha bekötik a körnek a száját, akkor ez nem fog tudni olyan hatékonyan dolgozni, mint hogyha valamennyi áldozatot vállalnának és engednék annak a szerencsétlen állatnak, hogy néha egy-egy szemet megegyen abból, amit kitaposott. Reménykedett abban, hogy megértik majd, hogy saját maguknak az életét nehezítik meg, és saját maguktól veszik el a miatt? Mert az az állat nem tud olyan hatékonyan dolgozni, akkor értük? Tisztában volt azzal persze ápja hua, hogy ez lesz a probléma, ezért ihlette Saulta arra, hogy azt írja Timóteusnak az első levél ötödik fejezetében, hogy a jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltassanak, főképpen akik beszédben és tanításban fáradoznak. Ez a presbiteros, ez idősebb, tiszteltebb ragban, fejjebb levő, egy előjáró, vagy egy vén a gyülekezetben, vagy a zsinagógában, ami ugye szinagógé. Különösen azok az emberek, akik beszédben ez logos, abjahu a szava, ez az ige, vagy az írás, amit úgy ismerünk, hogy a biblia, és didaszkália a tanítás, vagy oktatásban, fáradoznak, vagy pedig dolgoznak. Ez kopiáó, elfárad, kimerül munkában, vagy gyaloglásban, tanításban, az ige hirdetésében, valaki, aki keményen dolgozik, fáradozik, vagy bajlódik valamivel. Ez egyébként koposz, munka, fáradozás, erőlködés, küszködés, vesződés nap, nap után. Azért, hogy a legtöbb ember megismerje az igaz utat, és lehetőleg rajta is maradjon azon a végsőkig. Azt mondja, hogy kettős tisztességre méltassanak. De plusz. Kétszeres vagy kétszer akkora. Nem az, hogy egyáltalán semmilyen tisztességre, hanem hogy kettős. Timé, tisztelet, megbecsülés, tisztesség vagy becsület. Felmerül a kérdés, hogy ezt miért kell egyáltalán leírni, hogy milyen világ lehetett az, amiben Saul élt. Hogy erre az embereket figyelmeztetni kellett akkor. Szerencsére a világ azóta rengeteget fejlődött. Azt mondja az írás, hogy a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. Most olvastuk el, az előbb ez a tórából származik, The Berim 25-ös fejezet. Sőt, méltó a munkás a maga jutalmára. Ez dolgozó, ergatész, az ergon szóba. Ergon munka, cselekedet, foglalkozás, feladat vagy dolog. Egyfajta teljesítmény. Ezt ő érdekes módon egy teljesítménynek tartja, hogyha valaki a tanításban fáradozik, és abban, hogy abjahu a igét eljuttassa a másikhoz. Sőt, ezt egy tisztességre méltó feladatnak tekintik úgy tűnik. Figyeljen oda mindenki, hogy mi az, amit Jahussa Hamshiach mond. Betegeket gyógyítsatok, pokrosokat tisztítsatok, halottakat támaszatok, ördögöket üzzetek. Ingyen vettétek? Ingyen adjátok, doreán ok nélkül indokolatlanul vagy ingyen ajándékba kapni valamit. Arról beszél, hogy ne kérj érte pénzt. Hogy is kérhetnék érte pénzt, mikor ez Abjahuától jön ez az ajándék? Én ingyen kaptam. Mint ahogy Saul, Jahusáham, Siach, meg az összes többi ember, aki tanított bárki mást is a történelem során. Azt mondja, hogy ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se részpénzt a ti erszényetekbe, se úti táskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát? Végül is ingyen vettétek, és ingyen is adjátok ezt. Mert méltó a munkás az ő táplálékára. Hát akkor ez mit jelenthet, hogyha azt mondja, hogy ingyen vettétek, ingyen adjátok? Hát az én értelmezésemben arról beszél, hogy ne érte ér pénzt, hiszen ez nem a te érdemed. Azok az emberek azonban, akiknek ezt átadod, majd értékelni fogják annyira, hogy gondoskodnak rólad, ahogyan te gondoskodsz róluk. Így kell értelmezni azt, hogy ingyen vettétek, ingyen adjátok. Valami oknál fogva mindig ebbe a részbe futunk bele, hogy ingyen vettétek, ingyen adjátok, és ezek a részletek itt utána már kimaradnak. De, hogyha a teljes képet nézzük meg, akkor láthatjuk, hogy ugyanazt mondja, amit itt Saul. Ezért is idézi ezt a mondatot, hogy mindenki megértse, hogy mi az, amiről szó van azzal, hogy bekötik a nyomtató ökörnek a száját, megakadályozzák abban, hogy egyen abból, amiért ő megdolgozik, amit ő kitaposott. Gondoljon bele mindenki, hogy ez mennyire szánalmas viselkedé. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb jóérzésű ember erre azt mondaná, hogy ez elfogadhatatlan és fölháborító. Hogy lehet úgy gondolkodni, hogy ez a szerencsétlen állat még annyira sem méltó, hogy egyen valamit abból, amiért megdolgozik. De a tudta, hogy milyen az ember, és úgy gondolta, hogy az ő gyermekei nem viselkedhetnek így, mert az ő gyermekeinek tudniuk kell, hogy ő az, aki gondoskodik róluk, aki ellátja a fizikális szükségleteiket és a spirituális szükségleteiket. Ezért nekik nem kell izgulniuk semmi miatt, mindenük meg lesz mindig. Ezért nekik nem kell, bekötni a nyomtatókörnek a száját. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Yahúának! Halleluja és Salom!